vagyok benne. Azt akartam megmutatni, hogy hogyan néz ki. Így három monitoron, mert ahogy a YouTube-on elnéztük a többiekkel, nagyon nem csinált erről még videót senki. Szóval most a háttérképet látjuk, jól kifeszítve, és annak a középső csíkját. A nagy logó az természetesen ide bal oldalra került, a ti esetetekben ez való itt középen foglal helyet, úgyhogy login. Elnézést a hosszú betörtési időre, elég lassú vinyóval szenvedünk itt per pillanat. Karácsonyi időszak van, mint azt a háttéren nagyon jól látjuk, és hát úgy kb. Így állunk. Hogyha elhagyjuk a dokkot, illetve hát a, hogy mondjam, itt, a, itt az ajtón, ami itt kívül van, itt kimegyünk, ez a Mendez 9-es állomás, akkor, akkor ezt látjuk. Hát ez most ilyen. Oldalazással, tolatással, persze be lehet tolni egy rükkvercbe, és akkor tolat az űrhajó. Ezt nagyon tetszik. És hát a többi űrhajónak, meg a transportoknak itt a mozgását látjuk a többi oldalon, és hát na ez, ez egy nagyon egyszerű dolog, ami itt, itt látható, így per pillanat. Ott az árnyékom, fönn, azon a másik űrhajón. Már érdekes, mert ott nincs nap. De nem baj, azért az árnyékomhoz megy oda föl, mindegy. Szóval ahogy elhagytuk a dokkolót, ilyen lila színű tájékoztató pontok vannak, hogy hol van olyan, hogy alien portál, tehát azok az űrlények, akiket mi nem szeretünk, és ilyen csúnya lilával vannak fémjelezve, azok mely portálokon fognak majd érkezni. Semmiképpen ne érkezzünk egyedül, mert vannak ilyen, ilyen otthonvédő űrhajók, amik lényegesen is sokkal erősebbek, mint mi. Így maximum ezekben az ügyekben csak besegíteni tudunk. Kisebb űrhajónkkal, ugye most ilyenkor már teljesen mindegy, hogy hányos űrhajó, jaj. Na most mindegyik engem fog lőni, ez most egy kicsit ciki lesz. Úgyhogy, nem tudom, szerintem nyúlcipő. Túl melegedett ágyukkal. Ja. Hát ez bizony fém beütőékes dűből. Tehát tipli. Később. Mindegyik engem lőtt, ki lettem írtva ilyen gyenge egyszerűséggel. Ilyenkor a reconstruct, ez az újraépítés, az nem valami bölcs döntés, még akkor is, ha teljesen szétlőnek, ugyanis egyből ide rak vissza a hangárhoz. Tehát olyan, mintha innen repülnél ki, úgyhogy nem nagyon vagyunk ezzel a dologgal előrébb. Szóval ennek a bemutatónak nagyjából ennyi a lényege, hogy a három monitor hogyan működik szinkronban, és az tinektek milyen milyen képet eredményez, tehát hogy hogyan néz ki az, amikor egyszerre mozog ez a három kép. Megpróbálok egy ilyen PVR-re bejutni, most valamilyen hiba miatt ez sikerült is. Még 20 másodperc, aztán kezdünk. Itt vagyunk egy PVE-ben, ahol természetesen nem emberek ellen játszok a csatát, hanem ugye előre megrendezett forgatókönyvet kell lezongorázni, több-kevesebb sikerrel. Én nem igazán értem, hogy miért lőttem rá, hiszen nekem még bőven lőtávolon kívül van. Bár mondjuk az a túrhetot nincs, azt mondjuk lehetne fogtatni.